vállalkozói köztehercsökkentés. A kormány szerint az idei béremelések és járulékcsökkentések nagyjából 1 millió 250 ezer munkavállaló életére vannak hatással. Emberölés kísérlete, akár 8 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az a férfi, aki tavaly júniusban megpróbált betörni az egyik nyírbátori cég telephelyére és megszúrta a biztonsági őrt. Minőségibb élelmiszerek, változtak a magyar élelmiszerkönyv szabályai. Az előírás a húskészítmények hústartalmát növeli, és pontosan fel kell tüntetni a kenyérfélék összetevőit. Január 1-től több lakossági és vállalati adó és más köztehermértéke csökkent, valamint nőtt a minimálbér és a szakmunkás bérminimum. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormány szerint az idei béremelések és járulékcsökkentések a munkavállalók jelentős részét érintik, és nagyjából 1 millió 250 ezer munkavállaló életére vannak hatással. A kabinet és a szociális partnerek között tavaly novemberben létrejött megállapodás alapján 2017-ben a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal nő, a munkáltatói járulékok pedig 5% ponttal csökkennek. Vállalati oldalon a társasági adó mértéke egységesen 9%-ra mérséklődik, a korábbi 19, illetve 10%-ról, valamint a kisvállalati adó mértéke 2% ponttal 14%-ra csökken. Szintén csökkentették a dolgozói juttatások adóalapjának megállapításához alkalmazandó szorzót is, így akár ennyivel magasabb összegű kafetéria keretet biztosíthat dolgozójának a vállalkozó. A vállalkozásokat két változás érinti nagyon komolyan. Egyik a minimálbérnek a felemelése 15%-kal, és a garantált bérminimum felemelése 25%-kal. Ezzel szemben a kormányzat ugye a szocót, a járulékot csökkentette 5%-kal, de azoknál a vállalkozásoknál, ahol többnyire szakmunkásokat foglalkoztatnak, vagy pedig csak szakmunkásokat, ott mindenkinek a bérét fel kell emelni, aki nem ért el a minimálbért 25%-kal, és 5% kompenzációt kap, nevezzük ezt most kompenzációnak, járulékcsökkentés formájában. Januártól az alapbér kötelező legkisebb összege havi 127.500 forintra emelkedett, a legalább középfokú iskolai végzettségű, illetve szakképzettségű munkavállalókat foglalkoztató vállalkozásoknak január 1-től 161.000 forintos garantált bérminimumot kell megfizetniük dolgozóiknak. Ez bár tavalyhoz képest több mint 30.000 forintos bérnövekedést jelent a munkavállalóknak, nehéz helyzetbe hozhatja az őket alkalmazó vállalkozásokat. Ez a vállalkozásokat az érinti nagyon hátrányosan, mert ez olyan mértékű béremelés, amit nem tudnak az áraikban érvényesíteni. Egyáltalán nem tudják, különösen azok a cégek, van sok olyan cég, akinek évre lekötött szerződései voltak már erre az évre, van akinek több évre lekötött szerződései, tudok ilyen vállalkozásokról, és az áraiban nem tudja érvényesíteni. Tehát teljesen lehetetlen helyzetbe hozták ezzel a vállalkozásokat. Az érdekvédelmi szervezet megyei képviselője hozzátette, a multinacionális cégeket kevésbé érinti érzékenyen a béremelés, mert ezt egyrészt ki tudják gazdálkodni, másrészt a társasági adó 10%-os csökkentésével jelentős összegek maradnak náluk. Akár 8 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az a férfi, aki tavaly júniusban megpróbált betörni az egyik nyírbátori cég telephelyére. Az őt tetten érő biztonsági őrt pedig egy késsel életveszélyesen megszúrta. Az emberölés kísérletével vádolt férfi büntetőpere kedden folytatódott a nyíregyházi törvényszéken. A megyei főügyészség vádirata szerint a vádlott 2016. június 27-én elment a Nyírbátor és Nyírbogát közötti telepre, ahonnan elektromos vezetékeket, résztárgyakat és kötésdobozokat akart ellopni. A telep biztonsági őre észrevette a lopási kísérletet, és a közeli erdőig követte a vádlottat, majd megpróbálta a helyszínen tartani. A 48 éves nyírbátori férfi azonban kést rántott és szívtájékon szúrta az őrt, aki életveszélyesen megsérült. A szurka néhány órával később a rendőrök elfogták. A nyíregyházi törvényszéken megtartott keddi tárgyalási napon szakértőket hallgatott meg a bíróság. A szakértői vélemény szerint a vádlott indulatból, a leleplezéstől félve rántott kést és szúrta meg az őrt. A bűncselekmény elkövetésekor beszámítható volt és nem szenvedett kóros elmeállapotban. A büntetőpert további tanúk meghallgatásával folytatja a bíróság, ítélet később várható.
A tetejére borult és egy kerítésnek is neki csapódott egy autó tegnap este a 41-es számú főúton Levelek külterületén. A sofőr elmondása szerint egy állat szaladt az úttestre, ezért fékezett, így csúszott meg. Az autó vezetőjét és utasát is kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Visszavonta a tegnap kiadott füstköd riadó tájékoztatási fokozatát Nyíregyháza polgármestere, mivel javult a levegő minősége a megyeszékhelyen. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán további javulás várható, ekkor egy átvonuló hidegfront hatására megélénkül a légmozgás. Minőségi élelmiszerek kerülhetnek a boltok polcaira, ugyanis változtak a magyar élelmiszerkönyv szabályai. A húskészítmények hústartalmát növeli az előírás, míg a pékáruk esetében pontosan fel kell tüntetni a kenyérfélék összetevőit. Nem lehet ezután trükközni, például malátával színezni a rozs és keverék kenyereket. Az átállásra fél évet kapnak a vállalkozások, a szabályok betartását a NÉBIH ellenőrzi. Szokásos hétköznapi bevásárlás egy nyíregyházi élelmiszerüzletben. A vásárlók zöme a húspoltnál válogat, választék van, a vevők igyekeznek a jobb minőségű élelmiszereket megvenni, húskészítményeknél, amiben több hús van és kevesebb só. Van ez a füstölt főtt tarja, az néha nagyon sós, ami be van itt csomagolva. Meg a bácskai hurka, tehát többen a só mennyiség. Van olyan lecsókolbász is, hogy nagyon sós. Ami jobb minőségű, drágább is, de inkább kevesebbet veszünk bele, és akkor jobbat teszünk. A pék termékek között is van különbség. Sokan a hagyományos kenyérről, az egészséges táplálkozás jegyében a több magvasra vagy a rozs kenyérre váltanak. Reméljük, hogy az új évben kicsit már jobb lesz, mert eddig a rozsost vettem, de már azzal is egy kis probléma volt. Ettől az évtől minőségibb élelmiszerek kerülhetnek az asztalunkra. Változtak ugyanis az élelmiszerkönyv szabályai. A húskészítményeknél felemelték az elvárt minimális hústartalmat, a kenyérféléknél pedig az összetevőkre vonatkozóan szigorodtak a szabályok. Például a felvágottaknál 50%-ban kell húst tartalmaznia a készítménynek. A virslinél ez az arány 51, a krinolinnál 55%, a korábbi 40% helyett. A májkrém minimális májtartalma 25%-ra nő. A sonkák kevesebb sót tartalmazhatnak. A rozskenyér minimum 60% arányban rozslisztből készülhet, a keverék kenyerek összetevői közé pedig bekerülhet a hajdina és az amaránt is. Az új szabályozásnak köszönhetően a fogyasztók korrekt tájékoztatást kapnak az összetevőkről. Azok a cégek, amelyek eddig is magas minőségű termékeket állítottak elő, azok a cégek általában az ilyen minőségjavító szabályozás változást azt üdvözlik, hiszen ebben az esetben az ő jó minőségű termékeiknek nem nagyon alacsony minőségű termékekkel kell versenyeznie, hanem nyilván minden terméknek meg kell felelnie legalább azoknak az előírásoknak, amelyek az élelmiszerkönyvben megtalálhatók, tehát a verseny csökken. A pék termékeknél már a tavalyi év végén életbe lépett a szabályozás, a sütődék fél év türelmi időt kaptak az átállásra. A Jobbik valamennyi tisztségviselője fizetése 10%-át jótékony célokra fordítja a párt alapítványán keresztül, hangsúlyozta tájékoztatóján Gyüre Csaba országgyűlési képviselő. A politikus elmondása szerint csak tavaly a Jobbik frakció 16 millió forintot gyűjtött a rászorulóknak. Adorján Béla szerint erre nagy szükség van, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mivel a térségnek nem sikerült az elmúlt években kitörnie a mély szegénységből. Az egyik legsúlyosabb kimutatási adat az az, hogy Magyarország 175 járásából, és ennek a vásárlóerő kimutatása itt a legfontosabb, a vásárlóerő kimutatásból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az utolsó 4 helyet elhozta, a fehérgyarmati, a csengeri, a kemecsei és a baktalórendházai járás. Az utolsó 5-be benne van még a cigándi is egyébként, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos, tehát mi vagyunk a sereghajtók. És olyan mértékű a különbség, hogy mondjuk az elsőkhöz képest az egyfőre jutó vásárlóerővel több mint 100 000 forinttal le vagyunk maradva. Ez nagyon-nagyon lesújtó és nagyon megrázó. Európa egyik legszínesebb pinyféléjét, a tengelicet választották 2017-ben az év madarának. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban.
A két ünnep között sem pihentek a Nyíregyháza Blue Sharks játékosai. Négy fiatal az U18-as válogatott edzőtáborában töltött 4 napot, a többiek pedig erőnléti és labdás edzésekkel készültek a bajnoki folytatásra. Két felkészülési tornát is szervez a Magyar Labdarúgó Szövetség, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága az alacsonyabb osztályú csapatok számára a téli szünetben. Az átigazolási időszak január 15-én kezdődik, a tavaszi szezon pedig február utolsó hétvégén rajtol. Európa egyik legszínesebb pinyféléjét, a tengelicet választották az év madarának 2017-ben. A kezdeményezést még 1979-ben indította a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Szavazni interneten keresztül bárki tudott, így lett végül hazánk egyik leggyakoribb faja az év madara. Madárlábnyomok, kiszort magok, ezek jelzik, hogy a Nyírerdő erdészeténél már jártak tengelicék. 2017-ben ez lett az év madara. Magyarországi állományát 620-760 ezer párra becsülik, így ezzel hazánk egyik leggyakoribb madárfaja. Elég magasra rakja a fészkét, ilyenkor télen már nyugodtan el lehet venni, mert még egyszer már nem költ bele. Ilyenkor lehet látni, hogy mohából, apró kis növényi rostokból, szálakból készíti a külsejét, utána szőrt is szokott belefonni, és a végén vagy a nyárfának a pelyhes magjával, vagy pedig kutyaszőrrel, tehát ilyen fehér szőrökkel szokta bérelni. Fás, bokros erdőkben fészkelő madár nem hagyja el Magyarországot, így akár télen is láthatjuk őket. A tengelic, vagy más néven stiglic, nem csak Magyarország, hanem Európa egyik legszínesebb madara. Főleg ebben az időszakban a fehér, havas téli tájban jól látható. Nagyon könnyű felismerni, mert a szeme körül, illetve a csőrénél, mint egy kis piros maszk, nagyon feltűnő színű, illetve a szárnyán van egy sárga szallag, ami röptében is nagyon jól látható. Egyébként fekete-fehér madár, tehát a szárnyában, a farkában inkább ez a két szín látható, a hát az barna, de mondom, ez a piros fej, meg ez a sárga szárny, ez nagyon feltűnő röptében is. Mostanában egyébként kezd beköltözni a városukba is. Egyébként a ligetes erdőknek, erdőszéleknek a madara. Az év madarát 1979 óta választják meg. Ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezte. Korábban egy szűk szakmai stáb határozta meg, az elmúlt években azonban egy internetes szavazáson választja meg a lakosság az év madarát. Tavaly összesen 12 ezeren voksoltak. Az összesen 410 madárfaj közül meghatározott tematika alapján választják ki azt a hármat, amelyre elindítják az internetes szavazást. Az egésznek az a lényege, hogyha van valami természetvédelmi probléma, ami érint valamilyen élőlényt, és arról a természetvédelmi gondról nem elvontan beszélünk nagy általánosságban, hanem valamilyen élőlényen keresztül visszük közelebb az emberekhez, tehát az adott élőlényt egy bizonyos természetvédelmi probléma nagykövet fajának tekintjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal jobban eljut ez az információ az emberekhez, és ugye itt nem csak az információ átadása lényeg, hanem az is, hogy a megfelelő célcsoportokat, amik lehetnek mondjuk csak a gazdálkodók, vadászok, vagy akár a lakosság egésze, ezt jobban el lehet érni. A kismadarat régen kalitkába zárták és otthon tartották. Néhány kis faluban ez még mindig jellemző. Azonban a tengelicék vadon élők, ezért nem szabad őket befogni. A madár hazánkban védettnek számít, eszmei értéke 25 ezer forint. A két ünnep között sem pihentek a Nyíregyháza Blue Sharks játékosai. Négy fiatal az U18-as válogatott edzőtáborában töltött 4 napot, a többiek pedig erőnléti és labdás edzésekkel készültek a bajnoki folytatásra. A kék cápák január 10-én hazai pályán a Nagykőrös ellen játsszák az év első meccsét. December 17-én játszotta az elmúlt év utolsó meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks, a bajnokság 10. fordulójában Hódmezővásárhelyen 15 pontos vereséget szenvedett a csapat. Így 5 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 7. helyén töltik a rövid téli szünetet a kék cápák. Sitko Ernő szerint a sok fiatal felvonultató együttes őszi szereplésére nem lehet panasz, igaz, akadtak olyan meccsek, amelyek után maradt hiány érzett a szakmai igazgatóban. Úgy gondolom, hogy nem zártunk rossz hangulatú őszt, bár kellett volna hozzá, hogy 1-2 győzelemmel többet tudjunk szerezni, és akkor lehettünk volna elégedettek teljesen az ősszel. A csapat alapvetően úgy gondolom, hogy jól dolgozott ebben az időszakban. Szépen kezd rendeződni, kezd kialakulni egy bizonyos hierarchia, ami nagyon fontos a csapaton belül, hogy kialakuljon, de mindenféleképpen egy szebb
tavaszt kell megnyitnunk, és egy jobb második félidőt kell majd produkálnunk a bajnokság második szakaszában. A nyíregyházi kosarasok nem álltak le az edzésekkel, Siska János karácsony előtt és a két ünnep között is tartott tréningeket a csapatnak. Ilyenkor kicsit fizikálisan fejlesztjük magunkat, erőlétileg fejlesztjük magunkat, technikailag fejlesztjük magunkat. Mással nem nagyon szoktunk foglalkozni, mivel nem voltunk teljes csapat, én nem tudtunk semmi más gyakorolni. A nyíregyházi csapatból négy játékos, Fazekas Csaba, Mokánszki Máté, Farkas Dániel és Sitku Márton négy napot Székesfehérváron edzőtáborozott az U18-as válogatott kerettel. Sokat dolgoztunk, nyilván még az ismerkedéssel telt az első edzések, mivel egy teljesen új közegbe kerültünk, és az új játékrendszert meg kellett tanulnunk. Tavasszal lesz egy ugyanilyen összetartás, akkor még valószínűleg még több játékos meghívnak, hogy felmérjék az edzők a terepet, és utána pedig nyáron kezdődik a felkészülés, és nyilván egy Európa-bajnokság vár még a csapatra. Az NB1B keleti csoportjában a hétvégén játsszák a 11. forduló meccseit. A Nyíregyháza Blue Sharks a Continental Arena foglaltsága miatt csak január 10-én kedden lép pályára, akkor a tabella 5. helyén álló nagykőrös fogadják majd a kékcápák. Két felkészülési tornát is szervez a Magyar Labdarúgó Szövetség, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága az alacsonyabb osztályú csapatok számára a téli szünetben. Az átigazolási időszak január 15-én kezdődik, a tavaszi szezon pedig február utolsó hétvégén rajtol, tudtuk meg Kvaka Árpádtól, az MLS megyei igazgatójától. Miközben a megyebeli futballcsapatok még téli pihenőjüket töltik, az MLS megyei igazgatóságán már a tavaszi szezon előkészítésén dolgoznak. Ennek része, hogy két felkészülési tornát is biztosítanak a három osztály 9 csoportjában szereplő 128 együttes számára. A már hagyományos teremtornára 36 csapatot várnak a szervezők. A selejtezőket a megye 6 sportcsarnokában, a középdöntőket 4 helyszínen bonyolítják le, a döntőnek pedig a nyíregyházi Filó Sportcentrum ad majd otthont január 29-én. Emellett 4. alkalommal írta ki az igazgatóság a műfüves nagypályás tornát. Idén először nem egy helyszínen, hanem 3 helyszínen tudjuk fogadni a csapatokat. Ennek a jelentkezése már lejárt, úgyhogy így már ki tudom jelenteni, hogy 34 csapat adta le a nevezését. Nyírbátorba, Kisvárdán és Tarpán fognak játszani majd ezek a csapatok. Értelemszerűen területi alapon osztottuk be a jelentkező csapatokat. 10 együttes fog játszani Kisvárdán, illetve 10 Tarpán és 14 Nyírbátorban. Minden egyes csapatnak 4 felkészülési mérkőzése lesz. Január 28-án indul ez a torna, és egészen ugye február utolsó előtti hétvégén, tehát a bajnoki rajtot megelőző hétvégén zárul. Az átigazolási időszak január 15-től február 15-ig tart. A korábban megszokottakhoz képest több szabály is megváltozott. Az egyik legfontosabb talán az, hogy idén télen csak úgy igazolhat át játékos, hogyha az átadó klub is ebbe beleegyezik, az az átadó klub engedélye nélkül nem lehet klubot és egyesületet váltani, illetve az is nagyon fontos változás, hogy akár pénzt is lehet kérni játékosért, ugyanis idén téltől, ahogy nyártól már ugye utánpótláskorú labdarúgókért lehetett pénzt kérni, ez most már téltől lehet a felnőtt játékosnak. Itt is van egy táblázat, szintén a NYIASZ-nak a 18. oldalán az átáblázat, ahol pontosan meg lehet tekinteni, hogy mennyibe kerül egy adott játékos, hogyha esetleg el akarja vinni A klub a B klubtól. Itt viszont annyi a változás, hogy a felnőttek esetében, 19 év feletti labdarúgók esetében nem feltétlenül szükséges a pénzmozgás, tehát itt megállapodhat a két egyesület abban, hogy ingyen átengedi a labdarúgót a másik klubnak. Újdonság még, hogy tavasztól új ügyviteli rendszert vezet be az MLS. Az úgynevezett integrált futballalkalmazás használatának elsajátításában a megyei igazgatóság segítséget nyújt majd a klubok számára. A tavaszi szezon február utolsó hétvégén rajtol. Győzelemmel kezdte az évet Fucsovics Márton. A világranglista 158. helyén álló nyíregyházi teniszező az ausztráliai Happy Valley-ben rendezett 75 000 dollár összdíjazású torna első fordulójában a 186. helyen jegyzett salvadori Marcello Arevalót verte 6-4, 3-6, 6-3-ra. Fucsovics a következő körben a fehér orosz Ilia Ivaska ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Január 1-től több lakossági és vállalati adó és más közteher mértéke csökkent, valamint nőtt a minimálbér és a szakmunkás bérminimum. A kormány szerint az idei béremelések és járulék csökkentések a munkavállalók jelentős részét érintik, és nagyjából 1.250.000 munkavállaló életére vannak hatással. Akár 8 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az a férfi, aki tavaly júniusban megpróbált betörni az egyik nyírbátori cég telephelyére, az őt tetten érő biztonsági őrt pedig egy késsel életveszélyesen megszúrta. Az emberölés kísérletével vádolt férfi büntetőpere kedden folytatódott a nyíregyházi törvényszéken. Minőségi élelmiszerek kerülhetnek a boltok polcaira, ugyanis változtak a magyar élelmiszerkönyv szabályai. A húskészítmények hústartalmát növeli az előírás, míg a pékáruk esetében pontosan fel kell tüntetni a kenyérfélék összetevőit. Nem lehet ezután trükközni, például malátával színezni a rozs és keverék kenyereket. Az átállásra fél évet kapnak a vállalkozások. A Kölcsei Televízió iradóját látták január 3-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket, tudósításainkat addig is megnézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős, szeles időre számíthatunk havazással. Szerdán egy újabb frontrendszer éri el hazánkat, ezért nagyrészt felhős téli időre számíthatunk, több helyen csapadékkal, szélerősödéssel. Az éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, néhol havazás is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, hajnaltól meg is erősödik, reggelre általában mínusz 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, estétől várható a felhőzet felszakadozása. Több helyen számítani lehet kisebb havazásra. A délnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, így hófúvás is kialakulhat. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, kettős fronthatás van térségünkben. Csütörtökön a felhő átvonulásokból elszórtan lehet hózápor. A megerősödő, sok helyütt viharossá fokozódó északi széllel igen hideg levegő árasztja el a Kárpát-medencét. Pénteken, illetve szombaton a több órás napsütés ellenére napközben is mindenütt fagyos időre van kilátás. Délután is csupán mínusz 8-mínusz 10 fokot mérhetünk. Hajnalonként a szélvédett havastályokon mínusz 15-mínusz 20 fokig süllyed a hőmérséklet. Enyhülés hétfőtől valószínű. Vasárnap és a jövő hét elején a jobbára erősen felhős égből több helyen számítani lehet havazásra.